Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! Sziasztok! Ma a méltatlanul elfelejtett és mellőzött soros sportról fogunk beszélni. Alapértelmezetten, mikor egy ilyen rúter a közé kerül, a konzolporton, sorosporton, ami, amit találtok rajta, magát a router lehet elérni, automatikus portsebességgel, egy VT102-es nevű terminál emulációval működő közegen keresztül. Ez alkalmas arra, hogy végszükség esetén, hogyha esetleg sem winbox sem Telettel, vagy ezek megadresszel működő iterációival se tudtok bejutni, akkor egyfajta biztonsági hozzáférést, tartalék hozzáférést biztosítson. De ezen felül a sorosport másra is jó. Ha van a routeretek mellett a hálózatban más sorosport használatára alkalmas eszköz is, akár a rúteretekből képesek vagytok sorosporti kapcsolatot indítani a másik felé. Ezzel akár egy switch, egy másik router, bármilyen sorosport használatára alkalmas eszköz elérhetővé válik és kiavítható benne a konfiguráció. Na de hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Hogy milyen sorosporti lehetőségek állnak rendelkezésre, azt először is a System Ports menüpont alatt találjátok meg. Itt a rendszer mind a soros, mind az USB portokat felsorolja és megmutatja a paramétereit. Az, hogy a soros portotok hogy működik, azt a System konzol alatt található beállítás fogja eldönteni. Ha itt aktiválva van a konzol mód, akkor nyilván ő egy kliens által elérhető szerverként viselkedik majd a soros porti hálózatban. Ha pedig kikapcsoljuk, mint ahogy az én példámban is szerepel, akkor ez az eszköz lesz képes megszólítani másik szervereket, másik eszközöket a sorosporti kapcsolat során. Nézzünk erre egy példát, és most a routeremből megpróbálom elérni a mellette lévő MikroTik eszközt a sorosportján keresztül. Ehhez segítségül kell hívnünk a terminált. Majd itt kiadom a System, serialon terminál parancsot, és megadom paraméterként, hogy a Tab billentyű sokat segít, a Serial nullát, mint használadó interfészt. Enter leütés után, ha rögtön azonnal nem találják el egymás adatátviteli sebességét, akkor feltétlenül csak néhány üres sort, illetve a Ctrl A billentyű használatára felhívó üzenet sort, kapjátok, mint ahogy itt látszik is. Ctrl A leütésére lehetőségem van többfajta jelzést és többfajta funkcionalitást kikényszeríteni a terminálomból. Talán a, a két legfontosabb, amiről itt beszélnünk kell, az egyik magából a terminálból való kilépéshez használható Q billentyűnek a leütése, még egyszer mutatom, elindítottam magát a terminált a szeriál nullán, ütöttem egy Ctrl-A billentyű kombinációt, majd utána leütöm a Q-t, ezzel be tudom zárni a session -t. Viszont ami ettől talán még fontosabb, az pedig az alatájézeli sebességnek a detektálása. Ctrl-A, előjön a súgómenü, és megnyomom az R betűt, ami, mint látjátok, autoconfigure rate, névre hallgat, tehát megpróbálja a túloldal jelzési sebességét eltalálni a kapott információ alapján. Üssük is le, utána esetleg próbáljunk meg pár enter billentyűt ütni, hogy a túloldalból valamilyen reakciót kikényszerítsünk, és látjátok, hogy már kaptunk is promptot. De ez a fajta sorosporti működés nyilván nem csak mikrotik és mikrotik eszköz között működik, gyakorlatilag bármivel megy, ami RS232-es null modem kommunikációra alkalmas. A következő példában azt mutatom meg, hogy a routerem mögött található egy komplexebb switch, amit mondjuk valamilyen konfigurációs Baki-folytán, már IP-n, SSH-val, telnettel, webinterfészen nem érek el, de szerencsére össze vannak kötve egymással, a már említett sorosporton keresztül, és így a routeremből belépve ki tudom javítani a konfigurációt, és vissza tudom szerezni az eszköz fölötti irányítást. Nézzük is. Elindítom a serial terminált, a Serial 0 interfész. Csinálunk egy. Rate Auto detection a Ctrl A R billentyű leütése, pár Enter, és már itt is van a switchünk promptja. Nyilván a megfelelő autentikáció után be tudok jutni és ki tudom javítani a konfigurációt. A további felhasználás már csak rajtatok múlik. Írjátok meg kommentbe, hogy még mit szeretnétek tőlünk látni. Addig is, sziasztok!